embereket segítő szolgálatban résztvevők számára indított továbbképzést a Hídgyülekezete Lelkészi hivatala, Tanácsadó Szakszolgálata és Pásztorlási Irodája. Vendégünk a témában, és nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a Hitrádió stúdiójában, Kulifai Mónika tanácsadó szakpszichológust. Szia Móni, köszönjük, hogy itt eljöttél. És itt van velünk Petrőc László, a Hídgyülekezete Lelkészi Hivatalának vezetője. Szia Laci, téged is szeretettel és örömmel köszöntünk. Én is örömmel. Damon. Nos, hát már a nézők láthatják itt a kivetítőnkön a vágóképeket az első alkalomról, de mielőtt még belevágnánk a rendezvénynek a részleteibe, mi hívta életre ezt a továbbképzést, Mónika? Hát ez egy nagy szükség, és nagyon örülök neki, hogy eljött ez a, ez a pillanat, hogy, hogy tovább tudunk lépni ezen a területen nagyon-nagyon nagy érték és nagy felelősség emberekkel foglalkozni, és különösen akkor, amikor ugye a szolgálatokban elakadási helyzetben van valaki, akkor érzékenyebb is, sok-sok tényező van a háttérben, hogy hogy is került abban a nehezebb helyzetbe. Hát itt a hit mellé fontos ismereteket is, tudományt is ragasztani, hogy az ige is mondja, illetve egy másik célcsoport azok, akik, akik most értek meg még az elején vannak így a e, e, hívő életüknek, és sok-sok kérdésük van. De nagyon-nagyon hát különböző hátterekből jövünk, nagyon sokféle ember, sokfélék vagyunk. Így az, hogy tényleg egy emberi sorsot megérinteni egy beszélgetésbe, egy bizalmas kapcsolatban. Nem könnyű feladat. Nem, és nagyon nagy felelősség is szeretnénk ezzel a képzés sorozattal, így ezt a kompetenciát is, ezeket a szempontokat is minél gazdagabbá tenni, vagy minél teljesebbé tenni. Uh -huh. Ugye a hídgyülekezete történetében azért voltak, mindig is vannak ilyen továbbképzések képzések, a szolgálatban résztvevő emberek számára, de most ez tényleg egy ilyen nagyszabású szervezet, esemény sorozat. Mely területeken szolgáló, aktívan résztvevő emberek számára hirdettétek meg ezt, a, ezt az uh -huh. eseményt, vagy kiket hát, érint? Ennek nagyon széles a skálája, hiszen a szolgálatok több emberekkel, emberek eh, környezetében folyik. Tehát itt eh, jelen voltak a, a, börtönszolgálattól, kórházszolgálattól fogva, a pásztornási szolgálattól fogva, biztonsági szolgálatig, hit, oktató, hitoktatók eh, voltak, eh, eh, és hát minden, ami az, egyáltalán az emberi kapcsolatokban fontos, hiszen szerintem egyik fontos oka is annak, hogy ezekre szükség van, hogy ne egy ilyen automatikusan, ne csipőből, ne kis minőséggel, alacsony szinten, hanem egyre magasabb szinten tudjon a hídgyűlökezete ilyen módon szolgálni ezekben a szolgálatokban. Szerintem nagyon sok jó bizonyság van ezzel, ezen a téren, mind az akadémia szempontjából, az akadémiát végzettek szempontjából. De ugye ez egy sokkal szélesebb skála, hogy közel 500-an vettek részt, Na, Igen. mind a két összejövetelen. És folyamatosan jönnek a jelzések, Igen. hogy, ő, hogy is ő is akar venni. hogy egyre többen egyre szeretnének többen ebben Biztonsági részt szolgálatok, tehát hogy hogy lehet beépítő szolgálat, tehát hogy lehet tolmátszolgálat itt mozegetem, a olyan betegebb gyerekek fele való szolgálat, így az arcokról próbálok a a, a szolgálati területekre. Szol igen, a szolgálatokra. Igen. Mert annyi van, é, ugye? Annyiféle igen. szolgálati Én terület van. Istennek. Igen, és igen. És ugye folyamatosan kapcsolatba kerülünk embertársainkkal, és az nem mindegy, hogy milyen színvonalon és milyen minőségben, milyen belső tartalommal, milyen kisugárzással, szellemmel. És hát ugye itt vannak az ismeretek, amiben az embernek folyamatosan meg kell tenni mindent, hogy növekedjen. És fejlődjön. Szerintem egyik nagy értéke ezeknek a rendezvényeknek is, hogy ráirányítják a figyelmet ar arra is, hogy önállóan is képezzük magunkat. Igen. De közben azért adnak egy keretet, hogy, hogy ebben a ismeretanyagban egyáltalán el tudjunk tájékozódni. Ugye egyre mélyebb ismeretre kell az embernek a hívő életében tenni és itt most ez a hívő élet, illetve hát az üdvösségünk elérése mellett, ez egy új terület, ez egy más terület azért, mert ez egy, mit jelent, egy munkába beállni, az emberek Igen. életével, lelkével foglalkozni úgy, formálni, alakítani, hogy a mesterünknek <laughs> ott fent ez tetszik, ahogy ő is itt lent, amikor itt volt, bemutatta. És érdekes például nagyon többször megjegyzi a Biblia, hogy, hogy nagyon kedves, a személyisége nagyon kedves volt. Tehát az egész kisugárzásában Jézusnak szóval odafigyeltek rá. A gyerekek szívesen mentek oda hozzá. Ugye a tanítványok próbálták elhessegetni, és ő maga mondta, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. Tehát egyszerűen ennek a kisugárzást ezt ezt egyrészt természetesen a bennünk lakozó Úr Jézus Kisztustól és a Szent Szellemtől van, de ezt olyan értelemben tanulni kell, hogy le kell az embernek magáról választani mindazokat a dolgokat, így a szolgálat közben, tehát a lelki tanácsadás, vagy az emberekkel való foglalkozás közben, amit mi magunk is szégyelünk, például az indulatoskodás, uh -huh. az erőszakoskodás, a, Igen. az, ami az ember érzi, mindig az emberi kapcsolatokban is, hogy ez túl terhes, hogy nem igazából szimpatikus, és nem nem, nem jön jól, hogyha valami drám akarnak tukmálni, erőltetni, és talán ezt is kell szerintem tanulni a tehát akkor az, azt mondja. Be. hogy hogy minden emberben ott van ez a kedvesség, ez az a kedves, szelíd viszonyulás az emberek felé, ahogy Jézus Krisztus is viszonyult az emberekhez, he csak rárakódnak egyéb dolgok. Hát a hadd át a, a szót. Igen, a lélek ismerőjének De egy pillanat, hogy itt annyit mondanák, hogy önmagában bennünk lakozó eh, úr, vagy az Jézus személye maga, és a Szent szellem így akar kommunikálni. Igen. A gond az, hogy magunkról kell leválasztani olyan dolgokat, amiket vagy hozunk, vagy uh -huh. útközben felveszünk, vagy ez a sodródó világ, amiben benne élünk, sajnos, az próbál bennünket ilyen gépiesé tenni, Igen. akár felkészület lennél, ugye? Igen, fel kell Igen. készülni minden egyes ilyen szolgálatra, hogy az ember hogy nyugalmat, bizt, békességet, hiszen az emberek ezért jönnek. Nem mindegy, hogy mit közvetítesz, ugye? A, a az illető számára. Hát ahogy az Ike mondja, azt osztjuk meg, amink van minden szempontból, szellemi vonatkozásban is, tehát van -e, haladunk-e abban előre, hogy az Ura egy olyan személyes kapcsolatunk legyen, a szívünk úgy legyen elpecsételve, hogy amikor a szív bőségéből megnyitja az ember a száját, legyen az egy természetes helyzet is, mi jön ki belőle. Nyilván ez az egyik vonal, a másik, hogy a, a földi valóságunkban a test lélek, szellem az, az, egy, egy szövet, tehát nagyon szoros kapcsolatban van, és a lelkünk is van valamilyen állapotban van, amikor először találkozunk úgy az úrral, hogy ez a döntési pillanat, hogy, hogy most szövetséget kötünk Istennel, arra az útra helyezzük az életvezetésünket, életszemléletünket, amilyen útmutatást az az ige, ad az ige, ez szolgálóra is, és a leg Fiatalabb, frissen megtétre is igaz, hogy folyamatosan kell igazítanunk a lelkünket ahhoz, hogy a szemléletmód, gondolkodásmód, ehhez kapcsolódó döntések, aztán a cselekedetek azok minél inkább összhangba kerüljenek Isten akaratával. És én ezt, ezt fontosnak tartom ezt is hangsúlyozni, hogy nyilván azt tud segíteni másoknak, akinek egy kicsit többje van, mint éppen az, aki segítségre szorul. Igen. De valamennyünkre igaz, hogy haladunk ebben, és oda kell figyelnünk magunkra is, hogy az úton maradjunk és növekedjünk. Lelkünk vonatkozásában, hogy Laci is mondta, hozunk magunkkal egy csomagot, de sok-sok minden van. Generációs örökségek, szocializációs terhek, Traumák, valahol tartunk ennek a felismerésében, feldolgozottságában, gyógyultságunkban, érettségünkben, és ezben kell növekedni, és ebben fontos segíteni a, 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 a testvéreinket is. És hát azt tud segíteni, aki itt a kisugázásán túl, mondjuk egy egy leülés, egy-két egy órát beszélget, vagy több alkalommal beszélget valakivel, akinek van egy szélesebb ismerete arról, hogy mi minden. Mi, mi minden lehet a hátterében egy problémának, uh -huh. egy elakadásnak vagy egy nehézségnek? Van, uh -huh. aki nagyon gyorsan tud váltani egy-egy területen, úgy Örül, hogy van egy útmutatás, a szívében befogadja, változik az élete. Van, akinek elég hosszú idő a rombolás munkája, amikor azokat a rárakódott vagy degenerált ö, szemléletmódokat, legyen az a szexualitás területe, legyen az a, a másik emberre való bánásmód, legyen az az indulatkezelés területe. Ezeken a területeken van, amikor egy rossz működésmódot fel kell ismerni, leleplezni, lerombolni, és felépíteni az újat. És itt Kemín, én úgy látom, hogy, hogy, és ez a, a terv, terveinknek ez is része, hogy, hogy egy kicsit így szélesebben láthassuk azt, hogy mi minden el a, lehet a háttérben, mert oda kell helyezni a figyelmet, ahonnan lehet elindítani a gyógyulást. Tehát parancsra, utasításra, nem tud így megváltozni nem, egy nem. ember, de hogyha ott van egy nem. szándék, és akkor az kap egy olyan támogatást, hogy ott fejteni, ott dolgozni, ahol a gyógyulásra. Nagyon szeretem ezt az igét, hogy segítsetek pontosítani, hogy, hogy ez a romboly pusztíts ültes, és építs. Igen. És építs, hogy ennek van, van egy ilyen része is, és van egy ugye építés de, igen. része, is, és a plántálás sem a gyümölcs, Szedés, Igen, hanem Igen. az még a kezdeti lépés. Igen. Igen. És ennek ennek a pszichológiai ismeretekből azokat az ismereteket, amik ugye sok-sok kutatás van mögötte, hogy hogy működik egy ember, vagy egy elakadási helyzetben, hogy lehet előre menni. Ezt összekapcsolni, hogy a, a, a szívet eltaláló igeigasságok, hogy tudnak aztán a gondolkodásmódban, az indulati érzelmi életben, döntéshozatal területén azokat a változásokat meghozni, hogy már tényleg láthatod gyümölcsei legyenek egy megújult házasságban, egy gyereknevelésben, egy felelőség teljesebb irányba fordulásban, vagy egyáltalán bármilyen területen, ahol kiki elakadásban van, és akkor még betegségekről nem is beszéltünk, de az már egy speciálisabb terület. De hát egyetlen egy ember nem teljesen egészséges, vagy teljesen harmonikus. Hát hozzuk, amit hozunk. Igen, igen. Magunkkal. Most említetted ugye, hogy azt tud segíteni a másikon, akiknek azért töblete van bizonyos területen. Milyen területen kell, hogy az embereknek úgymond töblete legyen ahhoz, hogy más embereken tudjon segíteni? Úgy is kérdezhetném, hogy embereket segítő szolgálatba. Ki tud beállni, mitől lesz valaki erre alkalmas? Tehát gondolok itt akár szellemi, lelki uh, ismeretekre, vagy, uh, vagy akár uh, teológiai ismeretekre. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen kritériumok, amelyek alkalmassá tesznek valakit arra, hogy ő segítsen Igen. embereken? Mik Tehát ezek? Én mondom, most csak belevágok egybe, ugye érdekeset mondasz, a Timóteus levél, hogy, hogy törvénytanítók szeretnénk lenni. Most mondom azokra, akik sokszor, hogy az akarat az az egy szép dolog egyébként, és, egy, és valóban, amikor megismerjük az isteni törvényeket, amiben nagyon sokunknak nem volt részünk se korábban. Tehát e, e, sokan kritizálnak például a Isten hogy hát az unalmas, ne, nekem arra nincsen szükségem. Közben rendkívül sokat tanulunk az Isten is. Egyrészt az Isten imádást, hogy mit is jelent az emberi valóságban, illetve mit jelent a prédikált ige, rengeteget tud tanulni az ember csak a prédikált ige hallásából, és már az egy olyan formáló, alakító, nevelő... E, e, Hát lehetőség és helyszín az ember számára, amit ugye sokan így legyintenek, és el, ugye, ebben a mai, mai világban igen, igen. erről beszélünk. De miután már megismertük, és tudjuk, hogy milyen fantasztikus dolog a törvény, tehát, hogy az isteni rendet felismerni, az Isten természetét, és azt közvetíteni. Azt mondja Timotás Levél, hogy sokan szeretnének törvénytanítók lenni, mert tényleg sokan hát szeretnék, így van, hogy, hogy valahogy eljuttatni ezeket az ismereteket. De azt mondja, hogy az a baj, hogy sokszor nem értik azt se, amit mondanak, azt se, amit bizonygatnak. És ugye maga az egésznek, hogy egy, az ember számára sokkal fontosabb, fontosabb először egy mélyebb megértés. Uh -huh. Az ismeretekre, ezt a példabeszédek, prédikátor is megemlíteni, hogy keressük, utassuk, mint az ezüst. Tehát, hogy ne csak aggyal értsük a törvényeket, Isten igéjét, hanem Én ennél több e, kell. Ennél több, egyrészt ismeretbe is több kell, ahogy hallgatjuk, figyeljük, tanuljuk, az összefüggéseket is megértjük, egyáltalán a lényegét megértjük, egyáltalán ki tud alakulni abból egy látás. Ugye ezt mondja a Biblia, hogy mennyei látás, tehát hogy van az ember számára egy olyan dolog, amivel már látja is azt, amit tud, és amikor így kezdünk el beszélgetni egymással, és ebbet akkor ők is azt tapasztalják, hogy valamit, hogy átmennek olyan dolgok, ebben van erő, Ebbe van. Ezt mondhatjuk form szellemi ismeret? Nem? Ez egy szellemi ismeret, uh -huh. így van. Az például csak például egy jó példa erre Jézus személye, amikor e, e, például kiküldték a fariszósokat, hogy fogjátok előtte, mert most már ennek itt vége, nem fogja ezt a, ezt a ramazurit csinálni, akkor úgy jöttek vissza a szolgák, hogy elmentek, hogy, hogy a katonák, tehát akiket kiküldtek, de amikor elkezdtek, gondolom, hogy megálltak tiszteletből, össze meghallgatják, és akkor majd utána beavatkoznak, Azt mondják, hogy olyan hatalommal beszéltem, milyen hatalommal embert így még nem hallottunk.